Szerintem minden embernek eszébe jutott már életében, hogy milyen jó lenne visszamenni az időben, és egy-egy bakit még idejében kijavítani. Gondolom, ez veled is előfordult már. De vajon azt is végig gondoltad, hogy mivel járna ez valójában? Ebben próbálok most segíteni neked. Sziasztok, ez itt a Titkok és Talányok, benne az időutazás. Talán már az első összetett gondolkodásra képes ősemberek fejében is megfordult időnként, hogy milyen jó is lenne, ha újra élhetnék az előző napot, nyarat, vagy még korábbi időszakot, és ott más döntéseket hoznának. És valószínűleg azóta sincs ez másképp, az ember egy-egy balszerencsés kimenetelű döntése után bizony visszavágyik az időben, hogy helyrehozza azt. De vajon tényleg olyan jó lenne? Biztos, hogy olyan jó lenne? Ha velem maradsz, megpróbálok rávilágítani egy-két alapvető problémára ezzel kapcsolatban, melyet, ha sikerül megérteni, már is másképp gondol az ember erre a dologra. Beszélgessünk kicsit az időutazásról. Bizonyára te is sokat hallottál már erről a témáról, viszont abban is biztos vagyok, hogy azokat a felvetéseket, amiket ebben a videóban hallasz majd, viszonylag kevesen hallották még, illetve kevesen gondolkodtak el rajtuk. Nem foglak száraz adatokkal, képletekkel, fizikai összefüggésekkel traktálni, egy részüket valószínűleg egyébként is ismered, más részük meg nekünk, nem fizikus agyú átlag embereknek, amúgy sem sokat mond. Helyette inkább egy-két könnyen megérthető, érdekes dolgot mondok el, amik valódi problémát képeznek az időutazással kapcsolatban. A tudósok egyöntetű véleménye az, hogy az átlag ember teljesen tévesen értelmezi az időfogalmát. Az átlag ember még ma is abban a tévhitben van, hogy az idő egy folyamatosan és együttemben telik. Egy perc az mindig egy perc, egy óra mindig egy óra, és így tovább. A fizikusok szerint viszont úgy kell tekintenünk az időre, mint egy negyedik dimenzióra, amelyben a mozgásunk sebessége, de talán még annak iránya is ugyanúgy változtatható, mint a már ismert másik három dimenzióban. Ha megkérdezünk egy fizikust, azt fogja mondani, bármilyen furcsa is ez nekünk, hogy valójában egyetlen ismert fizikai törvény sincs, ami ellent mondana az időutazás lehetőségének. Sőt, az, hogy előrefelé lehet utazni az időben, már régóta bizonyított tény. Már Einstein is bizonyította, hogy minél gyorsabban halad valami, annál lassabban telik számára az idő. Persze ahhoz, hogy ez az időlassulás valóban érzékelhető legyen, ahhoz nagyon komoly sebességre kell gyorsulni. Ezt csak azért teszem gyorsan hozzá, nehogy valaki eltervezze, hogy ő akkor biza bepattan a kocsiba és 200-zal repeszt a strádán, hogy kicsit utazzon az időben is. Ez nem fog menni. Pontosabban természetesen rá is igaz lesz, hogy a sebesség okán lassul az idő, ám ilyen tempónál olyan minimális mértékben, ami érzékelhetetlen. Mondjuk, ha 10 éven keresztül folyamatosan 200-zal vágtat, akkor talán egy fél másodpercet nyer, nem hinném, hogy megérné erre 10 évet elpazarolni. Ahhoz, hogy valóban jelentős eltérés legyen a két időségben, bizony irdatlan sebességre van szükség. Nem tudom, mennyien hallottatok már róla, de a Föld körül száguldó GPS műholdak esetében már bizony naponta korrigálni kell az óráikat, hiszen annál a tempónál már másodpercekben mérhető a különbség. Még nagyobb tempónál még jelentősebb lenne, erre utal a közismert Iker paradoxon is. A felvetés arról szól, hogy adott egy 20 éves ikerpár, melynek az egyik tagja a Földön marad, míg a másik egy űrhajóval elindul, és a fénysebesség egy jelentős százalékával utazik, 30 éven keresztül, majd visszatér. Tehát összesen 60 évig száguld, akkor a számára bekövetkezett időlassulás okán ő biológiailag csak 50 éves, mikor kilép a kabinból, miközben az itt maradt ikertestvére már 80 éves. Tehát míg számára csak 30 év telt el, addig itt a Földön 60 év. Kvázi 30 évet előre utazott az időben. De azért gyorsan tisztázzuk, mit is jelentene a fénysebesség mondjuk 80%-ának elérése. A fénysebesség ugye 300 000 km
másodpercenként. Jelenleg a leggyorsabb ember alkotta szerkezet a Parker űrszonda, ami elvileg képes lesz majd a 700.000 km per óra elérésére. Hogy ez hogyan viszonyul a fénysebességhez, azt gyorsan kiszámolhatjuk. Egy órában ugye 3600 másodperc van, a 700.000-et elosztjuk 3600-zal, és gyorsan kijön, hogy ez nagyjából 195 km per másodperc. Legyünk nagyvonalúak, akkor a 200 km per szekundum, és akkor ezt viszonyítsuk a 300.000 km per szekundumhoz. És akkor mindjárt látjuk, hogy jelen technikai szintünkkel nemhogy a fénysebesség 1%-ának elérése, de még az 1/1000-ének elérése is csak a tudósok legvadabb álmaiban szerepel. Na de eleve mi értelme lenne ennek az időutazásnak, ha utána vissza már nem tud térni az illető? A tudósok szerint elvileg a visszafelé utazás sem lehetetlen, ám ezzel kapcsolatban már tényleg csak elméletek vannak, bizonyított tények nincsenek. Maradjunk annyiban, hogy elméletileg lehetséges, de konkrét, egyértelmű megoldást senki nem tud rá. Ezért én is az ezzel kapcsolatos problémákra koncentrálnék inkább. Az első és talán legismertebb ilyen probléma az úgynevezett nagypapa paradoxon. Ha feltételezzük, hogy van időgép, ami működik, visszatérhet-e az időutazó a saját nagyapja gyermekkorába, hogy megölje őt még kisgyerekként? Hiszen ez azt hozná magával, hogyha megöli a nagypapáját még kisgyerekként, akkor már eleve az időutazó apukája sem születik meg, ő maga meg aztán pláne nem. Ez esetben viszont nincs, aki visszamenjen és megölje a nagypapát, ergo mégis megszületik az időutazó apja és maga az időutazó is, tehát mégis vissza tud menni és megölni, de akkor viszont mégsem születik meg majd, és mégsem tud visszamenni. És ezzel szemmel láthatóan egy ördögi kör alakul ki. Nyilván ez csak egy elméleti, extrém példa, hiszen miért akarna bárki is visszautazni az időben, hogy megölje a nagyapját, de jól rámutat egy alapproblémára, azzal kapcsolatban, hogyha valamit megváltoztatunk a múltban, teljesen kiszámíthatatlanná válik a jelen. Egy másik érdekes felvetés. Az elmúlt évtizedekben bizonyára számtalan embernek megfordult a fejében, hogyha lenne rá lehetőség, milyen jó volna visszamenni az időben, és még idejében kiiktatni Hitlert, elkerülve ezzel a világégést. Nyilván ez első blikre egy szimpatikus gondolat, hiszen jól tudjuk, a világháborúban több 10 millió ember halt meg, ki a frontokon, ki a hátországokban, ki pedig haláltáborokban. Természetes emberi reakció, hogy sajnáljuk ezeket az embereket, hiszen nemhogy több 10 millió ember halálát nem akarjuk, de még csak egyét sem. Legalábbis normális ember biztosan nem. Viszont azt is érdemes végig gondolni, hogyha egy időutazó visszamenne mondjuk 1920-ba, és ott kiiktatná Hitlert, ezáltal mondjuk nem törne ki az újabb háború, akkor vajon ugyanebbe a jelenbe érkezne vissza, vagy egy teljesen más jelenbe? Nyilván az utóbbi a valószínű, hiszen ha az a több 10 millió ember nem hal meg, hanem a következő években ők is részt vesznek a párkeresésben, családalapításban, az alaposan felkavarná a mi jelenünket. Hiszen tudjuk, hogy a háború alatt és után is, itt Magyarországon is, számos területen hiánycikk volt a férfi népség. Az asszonyok számos esetben, csúnyán mondva, a maradékból tudtak válogatni, így nem is mindig a vonzódás vagy a szerelem volt a családalapítás alapja, hanem sokkal inkább a muszáj. De vajon ugyanezek a párok, házasságok alakultak volna ki akkor is, ha nincs a háború és bőven van választék férfiből? Nyilván nem nehéz belátni, hogy tuti nem. Ha viszont a 40-es években teljesen más családok alakulnak ki, mert nincs háború, akkor nyilvánvaló, hogy más leszármazottak születnek, ergo a mi jelenünkben egy csomó ember egyik pillanatról a másikra eltűnne, hiszen ők nem léteznének, ellenben emberek ezrei, akik eddig nem léteztek, hirtelen a semmiből megjelennének. Az időutazó, mikor visszatérne, azt látná, hogy az ismerősei, barátai
de még talán a rokonai közül is egy csomóan nem léteznének ebben a jelenben, ellenben lehet, hogy a szomszédjában meg egy olyan család él, az új jelen szerint már évtizedek óta, akiről ő az égvilágon semmit nem tud. De akár még az is előfordulhat, hogy még ő maga sem létezik ebben az új jelenben, hiszen mondjuk a nagymamája nem a nagypapájához ment feleségül, hanem egy teljesen más emberhez. És ha már itt tartunk, álljunk meg egy pillanatra. Végig gondoltad már, hogy hány találkozásnak kellett végbe mennie a múltban ahhoz, hogy te most ott ülj és ezt a videót nézd? És hogyha ezek közül akár csak egy nem jön létre, akkor te nem születsz meg. Ha csak az előző generációt nézed, akkor ugye édesanyádnak és édesapádnak kellett találkoznia ahhoz, hogy te megszüles. Na de ahhoz, hogy anyukád megszülessen, kellett a nagypapa és a nagymama találkozása, apukád megszületéséhez meg szintén a másik nagypapa és a nagymama találkozása. Tehát ha két generációt lépsz vissza, már azt látod, hogy 6 ember találkozása kellett ahhoz, hogy te megszüles. Ha még egy generációt lépsz feljebb, akkor már azt látod, hogy nyilvánvalóan a nagyszüleid szülei találkozása is kellett ehhez a láncolathoz. Ugye ez 8 dédnagyszülőt nagyszülőt jelent, így 3 generáció alatt 16 embernek kellett találkoznia, egymást választania ahhoz, hogy te megszüles. Ha ezen 16 emberből akár csak egy is kiesik, más lép a helyére, akkor te már nem születsz meg, hiszen evidens, hogy akkor már egy más génállomány kerül be ebbe a láncba, és nem te, hanem egy másik ember születik meg helyetted. Nos, ezt szem előtt tartva biztos, hogy jó ötlet lenne visszamenni az időben, és pláne egy olyan nagy horderejű dologba belenyúlni, mint a világháború? Hiszen, ahogy az időutazónk Hitler fejéhez nyomná a pisztolyt, és meghúzná a ravaszt, abban a pillanatban a mi jelenünkben emberek százezrei tűnnének el nyomtalanul a semmibe, hiszen ők meg sem születtek volna, míg jelenleg nem létező emberek százezrei itt teremnének a semmiből. És akkor most csak 3 generációt mentünk vissza. Persze minél messzebb menne vissza az időutazó a történelemben, annál beláthatatlanabb következménye lenne bármilyen változtatásnak. Képzeljük el, hogyha valaki mondjuk az ősemberek közé utazik vissza, és ott csinál valami bakit, akár kész akarva, akár véletlenül, amiből az egyik ősember belehal. Abban az időben, amikor még csak pár ezer ember ért a földön. Az milyen lavinát indítaná el a történelemben, hiszen értelemszerűen annak az ősembernek a leszármazottjai nem születnének meg. Ez ugye több ezer generáción keresztül elérve a jelenbe, mekkora káoszt okozna. Még rémisztőbb belegondolni, ha mondjuk abba a korba érkezik, amikor még épp hogy csak kialakultak az előemberek, és mondjuk csak 100 élt belőlük a földön. És ott keveredik valami konfliktusba, melynek során olyan sérülést okoz egynek, amibe az belehal. Egyetlen mozdulatával eltörölné a ma élő emberek negyedét, mondjuk. Azért ezt már durva így végig gondolni. De még csak nem is kellene megölnie senkit ahhoz, hogy káoszt okozzon. Ha teszem azt, egy rátámadó vadállatot öl meg az időutazónk, mondjuk egy kardfogú tigrist, arra ugye első blikre azt mondanánk, hogy oké, nem nagy gond, a kardfogú tigrisek amúgy is kihaltak, ugyan milyen hatása lenne ennek a mi jelenünkre. Igen ám, de mi van akkor, ha az a tigris később megölt volna egy ilyen előembert, aki így viszont most mégiscsak életben marad, és feltehetően utódokat hoz létre, akik utána több ezer generáción keresztül hoznak létre utódokat, akik mindig belekavarnak a párválasztásokba évtízezredeken keresztül. Aminek megint csak az a következménye, hogy emberek milliói tűnnének el a mi jelenünkből, mások meg előkerülnének a semmiből. Ezzel persze nem azt akartam bizonygatni, hogy milyen jó, hogy volt a második világháború, és milyen jó, hogy emberek 10 milliói haltak meg azokban az években. Természetesen nem erről van szó. A háború nem jó, inkább szörnyű dolog, mint ahogy az is szörnyű dolog, hogy emberek milliói halnak meg. Mindössze arra céloztam, hogy ha már ez a sajnálatos dolog megtörtént a történelemben, akkor nem biztos, hogy okos dolog lenne megbolygatni a múltat, mert fogalmunk sincs, hogy hogyan hatna az a jelenünkre és a jövőnkre.
Fontosabb lenne inkább arra koncentrálni, hogy a jövőben ne történhessen meg újra. Sem világháború, sem pedig az, hogy embereket a származásuk, vagy a vallásuk, vagy bármilyen más mondva csinált okból kipécézve őket üldöznek és írtanak. Egyébként számos elmélet van arra is, hogy mi akadályozná meg esetleg a történelem ilyen mértékű befolyásolását. Van, akik szerint, ha lehetséges is visszautazni az időben, maga az utazó nem képes beavatkozni a múltba. Egyszerű megfigyelőként tudna csak jelen lenni a múltban, ő látná, érzékelni a környezetét, de őt nem érzékelni a környezete. Így hatást sem tudna gyakorolni arra. Olyan lenne, mintha egy háromdimenziós filmet nézne. Mások szerint viszont, ha egy időutazó valamit változtatna a múlton, azzal egy párhuzamos idővonalat indítana el. Így valójában a saját jelene nem változna meg, helyette kialakulna egy párhuzamos univerzum az általa megváltoztatott jövővel. Ergo a saját történelmét nem tudná megváltoztatni, csak létrehozni egy párhuzamos univerzumot, amiben az általa kívánt módon zajlott le a történelem. És persze vannak még további elméletek is erre a problémára, én viszont most direkt nem akarom lezárni ezt a témát, szeretném nyitva hagyni, hogy a kommentek közt folytathassuk. Kíváncsi lennék a te véleményedre is ezzel kapcsolatban. Te hogyan látod ezt a dolgot? Létezhet egyáltalán időutazás? Ha igen, van lehetőség arra is, hogy megváltoztassák a múltat? Vagy ezt valami kizárja? Mi történne szerinted, ha megpróbálnánk manipulálni a múltunkat? Várom a véleményed a kommentek közt. Mielőtt elbúcsúznék, szeretnék egy a témába vágó, érdekes videót ajánlani nektek. Paxel kolléga készítette a minap, és olyan fotókat, videókat elemez benne, amik állítólag az időutazást bizonyítják. Szokásához híven nyitottan áll a kérdéshez, de racionális magyarázatokat próbál adni. Érdemes megnézni, a linkjét leteszem a leírásba, nézzetek rá, megéri. Ez a videó viszont ennyi lett volna, a megosztásokat, lájkokat köszönöm szépen. Ha még nem tetted volna, és van hozzá kedved, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára, és ha megteszed, ne feledd el bekapcsolni az értesítéseket sem, így mindig időben tudni fogsz az új feltöltésekről. Köszönöm azoknak, akik megteszik, vagy már megtették. És persze köszi, hogy velem tartottatok ebben a videóban, remélem találkozunk legközelebb is. Sziasztok!